Szombat egy 2000 éves történelmének legsúlyosabb pusztítását élte át 1945. március 4-én. Az angol szász légierő gépei több hullámban támadták a várost, amely helyrehozhatatlan károkat szenvedett. Eléggé hosszan tartott, először volt egy kis riadó, utána nagy riadó, akkor már a nagy riadó már Szombathelyen volt a légierő, bombáztak, és nem kimérték, és nem az az legszomorú az egészben, hogy nem a szombathelyi repteret bombázták, hanem polgári lakosságot. Akkor bombázták le a kertvárost, a Szőlősi templomot, a nagy templomot. Így emlékezett vissza egy túlélő arra a napra. A székesegyház is találatot kapott. A templom súlyosan megrongálódott, felbecsülhetetlen értékű művészi alkotások pusztultak el. A romok alól áldozatos munkával sok mindent megmentettek a szombathelyiek. Ezeket most az egykori Vasvár-Szombathelyi székeskáptana levéltárában őrzik a székesegyházban. Többek között ez a zászló is átvészelt a pusztítást és a következő évtizedeket. Több ezer tárgyat, töredéket őriznek még itt. Múlt évben katalogizálták a megmaradt tárgyakat. Az itt látható töredékek azok nagyon nagy értéket képviselnek már csak emiatt is, hiszen a romok alól fáradtságos munkával lettek megmentve. A másik jelentősége ennek az anyagnak, hogy egy 18. századi szobrászati együttest jelent a töredékes állapotának ellenére is. Ezekből rendeznének jövőre állandó kiállítást a bombázás 70. évfordulóján. A tárlatot kiegészítenék más, a szombathelyeknél fellelhető tárgyakkal, emlékekkel. Akinek van birtokában olyan anyag, olyan emlék, olyan tárgy, ami a bombázásra emlékeztet, akkor azt hozza be, és ebbe a kiállító terembe elhelyezhetnénk, természetesen megadva az adományozónak a nevét. Ebben a Madonna kápolna feletti helyiségben rendeznék meg jövőre a kiállítást. Most még üres, nem sokára kezdődik a felújítás. A háború után itt őrizték a romok alól összegyűjtött tárgyakat. Ezt a termet szeretnénk annak a bizonyos bemutatóteremnek, emlékszobának berendezni, ami ezekből a tárgyakból megmaradt, történeti dolgokból kiállítani. Egy kiadvány is napvilágot lát majd. Ebben a bombatámadás túlélőinek vallomásait, visszaemlékezéseit gyűjtök össze.